Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV reggeli híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Döntött a parlament, egy napon lehet a kormány gyermekvédelmi népszavazása az országgyűlési választással. 123 áldozata volt egy nap alatt a koronavírusnak itthon, ismét műtétek maradhatnak el a járvány miatt. Gyűlöli a színházat, a magyar irodalom nagy részét pedig kukázná Demeter Szilárd. Egyre többen tiltakoznak a jelentése miatt. Ismét műtétek maradhatnak el itthon a járvány miatt, erre figyelmeztet a koronavírus tájékoztató oldal. Közben 4588 új fertőzést regisztráltak, és 123-an vesztették életüket a vírus miatt az elmúlt 24 órában. Jelenleg 71799 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Pécset 132 gyereknek kell otthon maradnia, mert fertőzöttet találtak 7 óvodában és egy bölcsödében. Több iskolában pedig már kötelező maszkot viselni. Egy áldozat hiány utoljára május 6-án vesztették életüket ennyien a koronavírussal összefüggésben. A hivatalos tájékoztatás szerint egy nap alatt 123-an haltak bele a szövődményekbe. Majdnem 4600 új fertőzöttet igazoltak, nőtt a kórházban és a lélegeztetőgépen levők száma is. Az oltottak pedig körülbelül 3400-al lettek többen. Kevés az ápoló, és aki dolgozik, az is a túlzott leterheltségre panaszkodik, legalábbis a Független Egészségügyi Szakszervezet Facebook oldalán. Belgyógyászaton 70 beteg volt 3 ápolóra, és volt 2 segéd is, írta valaki. Sürgőségi 3 ápolóval megy, triázs nincs. Egy ápoló a sebészet, trauma részlegen, a másik 2 viszi a belgyógyászat ambulanciát, fektetőt, plusz a Covid elkülönítőt, szól a következő bejegyzés. Alapellátásban futószalag, napi 90-120 beteg kettőnkre, embertelen ami van. Nem lehet bírni sem mentálisan, sem fizikailag. Ez egyáltalán nem túlzás. A szakszervezet elnöke szerint finoman szólva is túlhajszoltak a kollégái. Sós Adrianna ezt a kórházi ellátásra várók figyelmébe is ajánlotta. Ha nem is intenzív osztályra megy, akkor arra számíthat, hogy körülbelül 10-15 covidos betegre fog jutni egy ápoló. És ha intenzív terápiába kerül, ott se sokkal jobb a helyzet, tehát legjobban akkor teszünk, ha próbáljuk megelőzni, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma adásunkig nem válaszolt a kérdésre, hitelt adnak-e ezeknek a beszámolóknak. A betegek számának növekedése miatt ugyanakkor már fontolóra vette az operatív törzs, hogy egyes kórházakban elnapolják a halasztható műtéteket. Ennél többet az Országos Kórházi Főigazgatóság sem árult el híradónknak. Közben Pécsen 7 óvodában és egy bölcsödében találtak fertőzöttet. A kontakt kapcsolatok miatt ezért több mint 100 kisgyereknek kell otthon maradnia. Összesen 132 kisgyermek került hatósági járványügyi megfigyelés alá. Az intézmények a karanténnal nem érintett gyermekek számára továbbra is biztosítani tudják az ellátást. Több iskolából is jeleztek fertőzötteket, például a Pécsi Mezőszél és a Szent Margit általános iskolából. Kozár Mislenyben pedig 3 osztály került karanténba, és kötelező maszk használatot rendeltek el az órákon és az zárt terekben. Az ELTE után a Szegedi Tudományi Egyetem is kötelezővé tette a koronavírus elleni védőoltás felvételét, írja a Szeged Ma. Az intézmény dolgozóinak 45 napjuk van arra, hogy beoltassák magukat, vagy hogy igazolják, hogy megkapták a vakcinát. Ha ez elmarad, akkor egy év fizetés nélküli szabadságra küldik az alkalmazottat. Ha ez idő alatt sem oltatja be magát, akkor elbocsátják. Ez alól csak azok mentesülhetnek, akik orvosi igazolással rendelkeznek arról, hogy számukra ellenjavalta a koronavírus elleni vakcina. Romániában egy hónapja napi szinten közlik a lakossággal, hogy a Covid fertőzöttek hány százaléka volt oltott, közülük hányan kerültek lélegeztetőgépre és mennyien hunytak el, mondta a híradónak Hargita megye tiszti főorvosa. Tar Györgyi szerint erre a lépésre az oltás szkeptikusok miatt volt szükség, de nem nőtt az oltási kedv. Magyarországon ezek az adatok továbbra sem nyilvánosak, ami Farus Ferenc szerint növeli a lakosság bizonytalanságát. Újhely István pedig bírósághoz fordul. Tavaly tavasszal, amikor az európai országokban nyilvánosak voltak a területi fertőzöttségi adatok, Magyarországon személyiségi jogokra hivatkozva nem osztották meg azokat. A kormány most azt őrzi 7 pecsétes titokként, hogy hány oltott került kórházba és hunyt el. Az egészségügyi adatok a különleges személyes adatok. Könyörgöm, nem azt kérjük, hogy XY mögé írják oda, hogy mivel van beoltva.
Újhelyi István 6 héttel ezelőtt az adatok megosztását kérte a kormánytól, ami azóta sem történt meg, ezért bíróságra megy. Szerinte az adatok mindenhol nyilvánosak, hiszen azok az oltási kampányt segítik. Azt gyanítja, hogy a kormány a kínai vakcina miatt titkolózik. Az egyetlen európai ország vagyunk, amelyik nem EU-s engedélyezési vakcinákkal oltott. Ráadásul idős polgártársainkat oltott a Sinopharm a kormány, amit a kínaiak sem tettek otthon, akkor nagy valószínűséggel ez az oka a halogatásnak és a sunyi magatartásnak. Falus Ferenc szerint erre nincs bizonyíték, de az biztos, hogy a titkolózással csak nő a lakosság bizonytalansága. Ha tudom, hogy az oltás következtében engem milyen mértékben véd meg a fertőzéstől, a kórházba kerüléstől, vagy a haláltól, akkor sokkal könnyebben veszem fel az oltást, és sokkal könnyebben győzöm meg a szeretteimet, hozzátartozóimat. Mi is reméltük ezt, hogy ez majd segíteni fog. Hargita megye tisztifőorvosa azt mondta, az oltásszkeptikusok miatt döntöttek az adatok megosztása mellett, de nem nőtt az oltási kedv. Még mindig csak a lakosság 40%-a oltott. Óriási munka van ebben, tehát mi ennek az online jelentési rendszernek a kidolgozásában részt vettünk, minden megye egészségügyi igazgatósága, a szilveszter éjszakánkat is ezzel töltöttük ki. Hozzátette, Romániában főleg oltatlanok kerülnek kórházba, de kezelnek 2-3 oltottakat is. Az oltottak közül azok kerülnek rosszabb állapotba, illetve kórházba intenzívre, akik rég kapták meg az első adagot, tehát valahol januárban, illetve február elején. A Román Közegészségügyi Intézet adatai alapján a Covidot két oltás után 140.470-en kapták el. Ez az oltottaknak csupán 2%-a. Közülük 1264-en hunytak el. Ez a kétszer oltottak 0,2%-a. A harmadik oltás után 4559-en fertőzöttek meg, és 21-en haltak meg. Kerestük a szaktárcát, az operatív törzset és a kormányt is, hogy miért nem osztják meg ugyanezeket az adatokat a magyar nyilvánossággal, de adásunkig nem válaszoltak. Döntött a parlament, mostantól az országgyűlési választással egy napon is lehet népszavazást tartani. Ez azért fontos, mert még a nyáron Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvény, még Karácsony Gergely a többi között a Fudan Egyetem kapcsán jelentett be népszavazási kezdeményezést. A kormány egyik kérdését a kúria már engedélyezte is, a főpolgármester pedig híradónak azt mondta, az ő kérdéseiről a jövő héten dönthet a bíróság. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? A kérdést hamarosan népszavazáson is feltehetik, miután a kúria zöld lámpát adott a kormány számára. Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. Orbán Viktor még a nyár elején jelentette be, hogy a sokak által homofóbnak tartott gyermekvédelmi törvény kapcsán 5 pontos népszavazást kezdeményeznek. A kormány által benyújtott kérdések közül azonban 3-at egyelőre még nem bírált el a kúria, egyet pedig a múlt héten dobott vissza. A népszavazás időpontját még nem tűzték ki, azonban a parlament mai döntése után akár egy napon is tarthatják az országgyűlési választással. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 183 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Miketz Dániel szerint, amennyiben a népszavazást a várakozásoknak megfelelően együtt tartják az országgyűlési választással, akkor a kormány a kampányidőszak legfőbb témájává emelheti a szexuális irányultság kérdését. Maga egy ilyen népszavazási kezdeményezés, ahogy ezt mondani szokás, mozgósítja annak az oldalnak a választóit, tehát ha egyszerre folyik egy népszavazási kampány, ami a kormány szájá íze történik, akkor valószínűleg nagyobb arányban mennek el a kormány szavazói az országgyűlési választásra is. Kulay András elképzelhetőnek tartja, hogy végül az országgyűlési választással együtt csak a kormánypártok kérdéseiről tartsanak népszavazást. A dolgok jellegása szerint potenciálisan ellenzék által feltett kérdésre vagy kérdésekre is lehet majd népszavazni. Nyilvánvalóan ez csak akkor van így, persze, hogyha ugyanabban az időben írják ki a két népszavazást, és valamiféle jogi trükköt nem alkalmaznak. A nyáron Karácsony Gergely is 5 kérdésben kezdeményezett népszavazást. A Nemzeti Választási Bizottság ebből 2 át is engedett. Ezek a kérdések a Fudan törvényről, illetve a munkanélküli járadék meghosszabbításáról szólnak. A kúria leghamarabb a jövő héten dönthet azokról a kérdésekről, amelyeket egyébként az Országos Választási Bizottság már egyszer jóvá hagyott, és azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdések, hiszen a Fudan törvény határon kívül helyezéséről, illetve az álláskeresési támogatás
9 hónapra emeléséről szólnak ezek. Amint a kúria meghozza a döntést, ami reményem szerint nem lehet más, mint hogy megerősíti a választási bizottság döntését, mi azonnal készen állunk az aláírások összegyűjtésére. A főpolgármester kérdésünkre elmondta, ha a kormánypárti kérdéseket jogszerűnek ítélte a kúria, akkor reményei szerint az ő beadványát is el fogja fogadni a bíróság. Évtizedes csúcson van a magyar infláció, a pénzromlás üteme 2012 óta nem látott mértékű volt októberben. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 6,5%-kal magasabbak az egy évvel korábbinál. Az elemzői várakozások korábban 6,2%-ról szóltak. A statisztikai hivatal adatai szerint az élelmiszerek ára 5,2%, az üzemanyagoké 31%-kal drágult. A DK azonnali hatállyal kezdeményezi a Költségvetési Bizottság összehívását és Varga Mihály meghallgatását a rekordmértékű infláció miatt. A Fidesz az adat megjelenése után közölte, az infláció egész Európában emelkedik. Majd hozzátették, hogy a Gyurcsány korszakban a magas infláció mellett még megszorításokkal is nehezítették az emberek életét. Az önkormányzatok egyetértenek a kormány minimálbér emelési szándékával, de azzal már nem, hogy ennek hatásait ráterhelik az önkormányzatokra, jelentette ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján a főpolgármester. Karácsony Gergely azt mondta, a leghatározottabban tiltakoznak az iparűzési adóból származó bevételek tervezett elvétele miatt. A szaktárca híradónknak azt írta, a nemzeti konzultáción az emberek 94%-a támogatta a minimálbér emelését. Köszönjük bizalmukat! Jász-Nagykun-Szolnok megyében a teljes János Hidai képviselőtestület kívánt reményteljes új évet az év utolsó napján. Ekkor még valamennyien abban bíztak, hogy a jövő jobb lesz. Boldog új évet, János Hida! A szilveszter hamar elmúlt, és kiderült, hogy a költségvetési juttatás alapján a településen havi 300 forinttal tudná az önkormányzati dolgozók bérét emelni a polgármester, miközben 2008 óta nem változott az illetmény alap. A közmunkásoknak János Hidán is havi 60 ezer forintot fizetnek. Továbbra is a nagy kérdés az, hogy akár a közképviselőink, akár a végén lévő közfoglalkoztatottjaink bérével hogy számolhatunk, erre van-e valami kormányzati szándék. A főpolgármester szerint miközben Magyarországon van a világ egyik legmagasabb áfája, az EU-ban itt adóztatják a legjobban a minimálbért, és a jövedéki adóhoz is hozzá lehetne nyúlni, addig a kormány az önkormányzatoktól vonja el a pénzt. Karácsony Gergely azt mondja, a kabinet a minimálbér emelésével párhuzamosan csökkenteni a vállalkozásokat terhelő adókat, ami üdvözlendő, de közben látni azt is, hogy a munkáltatók terheit úgy csökkentenék, hogy annak költségeit az önkormányzatokkal fizettetnék meg. Nyilvánvaló, hogy az igazi politikai szándék az nem a munkáltatók megsegítése, vagy a járvány okozta gazdasági krízis kezelése, hanem az önkormányzati rendszer való forráskivonás, az önkormányzatok rövid pórázra helyezése, hiszen amikor kompenzációra beszélünk, akkor az nem mindenkinek jut. Márki-Zay Péter szerint a kormány legutóbb is a felelősséget hárította át, amikor az önkormányzatokra bízta, hogy elrendelik-e a kötelező oltást. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy fogalmazott, a kormány a járvány elleni védekezés kapcsán is csak feladatokat ad, pénzt nem. Mondjuk így nyugodtan ez egy gyáva lépés a kormányzat részéről. Azzal együtt, hogy a felelősséget ugyan áthárítják, de ehhez sem az eszközöket nem adták meg, tehát sem anyagi támogatást nem adtak, sem azt az információt nem kaptuk meg hozzá, amivel felelős döntéseket lehet hozni. A szaktárca megkeresésünkre azt írta, a nemzeti konzultáció válaszadóinak 94%-a támogatta a minimálbér 200 ezer forintra emelésének tervét. Szerintük a bérköltségek növekedése nem veszélyezteti a magyar munkavállalók kétharmadát foglalkoztató kis- és középvállalkozások működőképességét, a helyi iparűzési adó mérséklése pedig egyértelműen enyhíti a bérterheket. Újabb rejtélyes címről érkezett videó bizonyítja az Index szerint, hogy a főváros mégis el akarta adni a városházát. A felvételen a tervezett adásvétel előkészítéséről négy férfi beszélget, köztük Budapest Vagyonkezelő cégének elnök vezérigazgatója. A portál szerint a felvételen az hallható, hogy a városháza és az előtte lévő telek eladásáról szóló elképzelést már a fővárosi kabinetnek is bemutatták, így erről Karácsony Gergelynek is tudnia kell. A portál úgy fogalmaz, idézem, amennyiben abból indulunk ki, hogy a felvétel valódi, kiderül, hogy a főváros vagyonkezelő cégének vezetője tárgyal a lehetséges vevővel, és arról győzködi, hogy a városháza park kialakítása csak ideiglenes lesz.
A portál szerint ezzel készítenék elő azt, hogy 2024-ben úgy adhassák el a Városházát, hogy az új tulajdonosa kibővíthesse és magáncélra hasznosíthassa azt. A hírre a fővárosi önkormányzat úgy reagált, hogy nem akarják értékesíteni a Városháza ingatlanát, és hogy ezt bizonyítsák, nyilvánosságra hozzák a Városháza rövid, közép és hosszú távú fejlesztési lehetőségéről készített döntés előkészítő tanulmányt. Mi az irodalomban még jól is jártunk, maradt 20%, ami nem szemét. Ezt Grecsó Krisztián író mondta a híradónknak Demeter Szilárd kijelentése kapcsán. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a Telexnek ugyanis azt mondta, a magyar irodalom 80%-át kukázná, és a színházba kell mennie az olyan érzés számára, mint másnak a fogászat. Kerestük az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, de adásunkig nem reagáltak. Ha rajtam állna, akkor a magyar irodalom 80%-át valószínűleg kukáznám. Tehát azt mondanám, hogy sajnos nem jó. Gyűlölöm a színházat, mint olyan. Nem szeretek színházba járni. Tehát, hogy amikor színházba kell mennem, az olyan, mint másoknak a fogászat. Hallás után meg lehet állapítani azt, hogy mi a magyar film. És ez engem borzasztóan zavar. Ez egy ilyen klasszikus fideszes trollkodás. Péterfi Gergely szerint Demeter nyilatkozata terelés, hogy ne a Pegazus ügyről, a Fudánról vagy a magyar gazdaságról szóljon a közbeszéd. Az író úgy véli, ha más európai országban történik hasonló, akkor annak egy lemondási nyilatkozata vége. Nagyjából ennek ez volna a normális menete. Magyarországon a dolgoknak nincs normális menete. Magyarország egy totális trollállam, ahol csak abszurd dolgok történnek. Mondom, ebből szerintem okulni kell, és a lényeges dolgokról beszélni, Pegazus. Grecsó Krisztián szerint Demeter Szilárd szándékosan provokálni akart, hogy megsértsen embereket, határokat lépjen át és művészeti ágakba taposson bele. Az író hozzátette, érdekes lenne, ha az ügyben megszólalna Vigyánszky Attila. Érdemes lenne meghallgatni azok véleményét is, akik most a magyar filmről döntenek, akik az elmúlt 10 évben, mondjuk akár Oscar-díjig, vagy más pozíciókig segítették a magyar filmet, hogy ők mit gondolnak arról, hogy az egyik legbefolyásosabb kulturális szereplő, a magyar irodalmi élet és könnyűzene élet egyik kúrens figurája nagyjából lenullázza őket, amit nekünk az irodalom még jól is jártunk, maradt 20%, ami nem szemét. Próbáltuk elérni Vigyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját és a Magyar Teátrumi Társaság elnökét, de nem sikerült, ahogy a Nemzeti Filmintézet elnökét, K.L. Csabát sem. Több művész viszont Facebookon tiltakozott Demeter kijelentései miatt. Kovács Patrícia egy fotót posztolt és azt írta mellé, gyertek színházba, mert színházba járni szexi, színházba járni menő, ne legyetek olyanok, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója. Závada Péter író szerint pedig nem irányíthatja a magyar kultúrát olyan ember, aki vállaltan lenézi azt. Demeter Szilárd gondolatai nem először váltottak ki közfelháborodást. A nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozott egy tavaly az Origón megjelent cikkével, amelyben azt írta, hogy Európa Soros György gázkamrája. Később visszavonta ezeket a mondatait. Füriyes Balázs is reagált Demeter Szilárd magyar irodalmat bíráló kijelentésére. Az államtitkár Radnóti Miklós halálára emlékezve posztolt közösségi oldalán, ebbeszőtte bele véleményét. Azt írta, hisz benne, hogy azok, akik nem hivatásos irodalmárként olvassák és szeretik a verseket, regényeket, novellákat, érzik, hogy mi a jó, mi az értékes. És tudják azt is, hogy szép, jó és értékes sokféle lehet. Füriyes Balázs hozzáteszi, ne kukázzunk verseket, regényeket, novellákat, mert az semmi jóra nem vezet. Hatalomból pedig a hivatalosság végképp ne akarjon nevelni senkit. Kérdőre vonta a Tapolcai mozi vezetőjét Navracsis Tibor. A kormánybiztos azt sérelmezi, hogy nem vetítik a 2006-os eseményekről készült kálomista filmet. A város polgármestere híradónknak azt mondta, azért nem játsszák a filmet, mert nem akarják a politika terepévé tenni a mozit. Hétfőn tette közé Navracsics Tibor miniszteri biztos azt a levelet, amelyben titulusa nélkül kérdezte meg a Tapolcai mozi vezetőjét arról, hogy miért nem vetítik a 2006-os események kapcsán készült kálomista filmet. Kerestük a miniszteri biztost, munkatársa visszahívást ígért, ami nem történt meg. Navracsics levelével kapcsolatban a Jobbik Tapolcán élő képviselője azt mondta, hogy ez a megnyilvánulás a legrosszabb kádári időket idézi. Tanácselnökök, pártitkárok utasíthattak színházakat, mozikat, hogy milyen műsort üzenek a repertoárjukba. Azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb és legégetőbb probléma itt magyarul.
Magyarországon, vagy akár Tapolcán, hanem feltehette volna a kórházigazgatónak is azt a kérdést, hogy hónapok óta miért nincs nőgyógyászati szakrendelés Tapolcán. A film vetítése kapcsán a mozi vezetője azt írta Navracsicsnak, hogy egyeztetések után született a döntés, a tartalma miatt nem tűzik műsorra a filmet. A mozi vezetője ma nem nyilatkozott. A filmszínház fenntartója az önkormányzat. A polgármester szerint jó döntést hoztak. A vezető kollégákkal átbeszéltük ennek a filmnek a jelentőségét, és úgy döntöttünk, hogy ennek a városnak szerintem nyugalomra van szüksége, és bízom benne, hogy nem a mozivásznon, meg a mi mozinkban kell megvívni a következő választás küzdelmeit. A polgármester hozzátette, bízik benne, hogy lesz alkalmuk tisztázni a Navracsics Tiborral fennálló nézetkülönbséget, és reméli, hogy a mozi megmarad a szórakoztatás és a művészet terepének. Cseh László, Kozma Dominik és Kis Noémi után újabb egykori úszó vádolta a bántalmazással Turi Györgyöt. Dara Eszter az Indexnek azt mondta, az első sokkoló élménye az volt az edzővel kapcsolatban, amikor 14 évesen szájon várta őt egy edzésen. Az Európa-bajnok úszó szerint a 2008-as pekingi olimpián pedig zaklatta őt Turi György. Leültetett maga mellé az ágyra, olvastam azt a papírt, amit a másnapi számmal kapcsolatban adott nekem, majd azt éreztem, hogy elkezdi puszilgatni a nyakamat. Megdöbbentem, aztán csak annyit mondtam, hogy Gyuri bá, ezt nem kéne, fogalmazott Dara Eszter. Az egykori sportoló kijelentette, ha kisgyermekként tudja, hogy ilyen hátborzongató élmények várnak rá, alig ha vág bele az úszásba. Turi Györggyel kapcsolatban pedig hozzátette, az úszókon élte ki a frusztrációit, meg a ferde hajlamait. A témával foglalkozunk majd bővebben is a Startban, lesz egy szakértő vendégünk. De kik jönnek még, és mik lesznek a témák, azt mindjárt Holló Mártától tudjuk meg. Szervusz, Márti! Szervusz, Tamás, jó reggelt kívánok! Igen, ezzel szerettem volna kezdeni, Gerő Tamás ügyvéd jön az úszóbotránnyal kapcsolatos kérdéseket tisztázni, illetve mit tehet ilyenkor egy szülő. És beszélgetünk arról is, hogy miért nő, illetve rohamosan nő a fiataloknak, a gyerekeknek a száma a Covid osztályokon. Havasi Katalin fog erről nekünk mesélni, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Az első két vendégünk pedig Burány Sándor és Csőzik László lesz a napi aktualitásokról. Infláció, akkor a minimálbér emelés, illetve az önkormányzatoknak a szerepe, hiszen megmaradt az, hogy az iparőzési adónak a felét elveszik az önkormányzatoktól, és érkezik hozzánk Vadai Ágnes Pegazus ügyben, és Grád Otto a Magyar Ásványolaj Szövetségnek a főtitkára pedig a benzinár emelés kapcsán. Ez a mai kínálat, de mindjárt jön a részletesebb beszámoló is. Köszönjük, Márti, érdemes tehát ma is nézni a Startot, tartsanak velünk, aztán 7 órakor még rövid hírekkel is próbáljuk Önöket még informáltabbá tenni. Nézzétek az ATV-t, szép reggelt, jó készülődés mindenkinek!